Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Az én nevem Tanos Áron, és a Robotépítők Magyarországi Egyesületének az elnöke vagyok. Bármilyen meglepő is legyen ez, robotokat építünk, és most arról szeretnénk nektek egy picit beszélni, hogy milyen robotokat és hogyan építjük őket, illetve arra foglak majd titeket biztatni, hogy gyertek ide és fogdossátok meg, próbáljátok ki, amit ki lehet, és nézegessétek őket. Mi ugye egy egyesület vagyunk, tehát gyakorlatilag egy csomó ember összeállt, és neki láttuk együtt ezeket a dolgokat csinálni. Van 3D nyomtatónk, és azzal készítettük ezt a robotkezet. Ez az InMove nevű projektnek a keze. Ez egy 180 cm magas teljes humanoid, tehát kezekkel, lábakkal, fejjel, és ezek egyesével mozgathatók is. Most a projekt jelen fázisában ott tartunk, hogy meg tudjuk ugyan mozgatni az egyes ujjperceket, de ez még nincsen bekötve semmi vezérlés hozzá, tehát a szervomotorok már a helyükön vannak. Az érdekesség kedvére egyébként ezt egy indiai orvos készítette, mert a mi tagságunkban elég vegyes, van vegyész, közgazdász, orvos, meg persze rengeteg mérnök, úgyhogy ő is a befejezést várja. Nyilván az a terv, hogy az egész robotot megépítjük. Érdekessége, hogy ez nyílt forráskódú, tehát ez abszolút releváns a Szabad Szoftver konferencia tekintetében. Nem csak a 3D tervrajzok, hanem a gépet magát vezérlő szoftver is elérhető, és teljesen nyílt forráskódú. Igen, mert nem tudunk ennyi mindent kirakni ott bent az előadóteremben. Gond? Oké. Szólj a végén, ne felejtsenek el értékelni. Jó, oké, köszönöm. Jó. Következő, ez egy rajzoló robot, akinek a közepén ott van egy ilyen lyuk, amin keresztül a tollat be lehet rakni. Ő neki a vezérlését egy Arduino biztosítja, és a tetején van egy ilyen shield. Az a különlegessége, két különlegessége van. Ezt a példányt, amit a kezemben tartok, ezt egy 12 éves fiatalember készítette, ugyanis viszonylag rendszeresen tartunk tanfolyamokat, ahol az érdeklődők megtanulhatják ezeket a robotokat összerakni és valamilyen szinten programozni is. A másik érdekessége, hogy ez teljes egészében saját készítésű robot, hadd hívjam külön föl a figyelmet az igényes műszaki megoldásra, az üveggolyóra, ami a bolygókerék szerepét tölti be, mert ez volt éppen kéznél, de a fehér részei azok 3D nyomtatva vannak, az alváz maga pedig lézervágva van, tehát ezt úgy csináltuk, hogy ki se kellett hozzá lépnünk a kis műhelykénkből, ahol ezeket gyártjuk, és elég népszerűek. Arduino-ban programozható, készítettünk hozzá egy blockly felületet, ami azt jelenti, hogy nem tudom mennyire ismeritek, egy ilyen színes kockákat kell összehúzogatni egy felületen, és ebből áll össze a szoftver, ami legenerálódik Arduino C kóddá, tehát kifejezetten a fiatalabb korosztály számára is könnyűszerrel használható felületet ad. Ha már a fiatalabb korosztálynál tartunk, megmutatom őt is, ő egy kartonpapírból készült robot, természetesen kínai gyártmányról van szó. Most leberültek benne nyilván az elemek, de tudja mozgatni a fejét, világítani és minden más efélét. Ezt szerintem, akik készítették gyerekek, még a 10 évet sem nagyon tölthették be, és külön érdekesség, hogy azzal az indiai orvossal együtt csinálták, aki ezt a kezet is csinálta, és a gyerekek nem tudtak angolul, az orvos nem tudott magyarul, és így rakták össze ezt a robotot. Majd bekapcsoljuk egy kicsit később, és akkor lehet vele játszani. Következő robot, akit elhoztunk nektek, ez, hát mi úgy hívjuk, hogy marsjáró, hát nyilván nem marsjáró valójában. Ő neki az a legfőbb különlegessége, hogy a Robot Operating System nevű rendszert használja, röviden ROS, amelyet a legkisebbtől a legnagyobb robotokig mindenhol megtalálhatunk, a DARPA-nak az éves kihívásában, ezen a Robot Challenge-en, a humanoid robotok, amelyek 45 perc alatt eloltanak egy égő tüzet, ők is ugyanezt a rendszert használják. Gyertek majd ide és fogdossátok meg. Ez ugye egy masszív darab fémből van, 5 kg-ig terhelhető, tehát ez egy kifejezetten kültéri robot, a kerekei is arra vannak, egy jeges 45 fokos lejtőn föl tud menni ezekkel a kerekekkel, tehát egy nagyon masszív szerkezet.
Kicsit ugrunk. A következő robot, akit elhoztunk, ez egy Initio nevezetű termék. Ő arra való elsősorban, hogy a szenzorokat lehessen vele kipróbálni. Az alján 2 darab vonalkövető, illetve 2 darab encoder található, tehát ezekkel lehet ugye azt megoldani, hogy egy vonalon rajta tudjon maradni és korrigálni tudja a saját eltéréseit. 2 darab infraszenzorral tudja a mellette lévő helyeket nézni. Ez igazából lakás bejárásra van kitalálva, tehát az a koncepció, hogy a lakásban egy csíkot felragasztasz a padlóra, és ő ezzel tudja, hogy a fal mikor ér véget, tehát mikor ér sarokra, amikor fordulni kell. És ez pedig egy 2 tengely mentén mozgó ultrahangos távolságmérő, ezzel maga előtt tudja a terepet pásztázni, hogy nincs egy ott felejtett akadály az útjában. Szintén Scratchben programozódik, de a vezérlése az Raspberry Pi segítségével van megoldva. Tehát ez azért roppant jó, mert gyakorlatilag csak be kell dugni a tévére, bele kell dugni egy billentyűzetet, egeret, és ott helyben föl lehet programozni, tehát nem igényel külön erőforrásokat ahhoz, hogy lehessen vele dolgozni. Kisebb-nagyobb programokat lehet vele megvalósítani. Nyilván a szenzorok adnak valamilyen fajta limitációt, tehát hogy azért nem fogja autonóm módon bejárni az egész lakást, és sajnos a sört sem fogja behozni a hűtőből, de tanulni nagyon jó lehet vele a különféle szenzorok pontosságáról és viselkedéséről. Ez a robot itt, ez a Hailfire névre hallgat. Hadd kérdezzem meg csak a tesztkedvéért, ki tudja, hogy ez honnan van az ötlet? Hol láthattunk így kinéző robotot? Igen, így van, ez a Csillagok háborújának a második részéből. Most hát én öreg vagyok, és én nekem az az 5. rész, mert én nekem az első 3 rész, ugye, ami most már a 2. 3 lett. Ez egy Hailfire névre hallgató harci szekér. A filmben eredetileg egy rakétavető van a közepén, és rakétákat lődöz szanaszét. A rakétavetőn még dolgozunk, az még nincsen egészen kész. De egy dörzshajtásos szerkezete van, majd gyertek közelebb és nézzétek meg. Ennek is érdekessége, hogy teljesen saját tervezés és gyártás, és teljes egészében 3D nyomtatva van, tehát ez a fehér anyag, hogyha majd itt közelebb jöttök és megsimítjátok a felületét, ezen érezni, hogy ez 3D nyomtatva van, ez PLA-ból van teljes egészében. A dörzshajtáshoz az nem váltotta be teljesen a hozzáfűzött reményeinket, nagyon sok a veszteség, illetve nagyon döcögős lett tőle a járása, úgyhogy most nekiláttunk egy fogaskerekes hajtású modellnek, amiről már most tudjuk, hogy az még nagyon hangos lesz, de hát valamit valamiért, legalább nem lesz olyan nagy a veszteség ráta. És ami még érdekes, hogy ő is a ROST futtatja, és szoftver szinten annyira csereszabatosak, hogy az SD kártyát ki lehet köztük cserélni, és csak annyi lesz a hatása, hogy akkor mind a ketten fordítva fognak viselkedni, tehát ha jobbra nyomod, akkor balra kanyarodik. Ez az egy különbség van köztük, ez is csak ilyen bekötési okokból kifolyólag. Föltűzöm valahova, annyira nem lényeges. Úgyhogy ővele is haladunk tovább előre. Sajnos történt vele egy kis baleset, és el van törve, úgyhogy óvatosan 2 kézzel emelgessétek, de egész nyugodtan emeljétek föl és nézzétek meg közelről, mert ez az egy példány létezik belőle jelenleg, úgyhogy mindenképpen egy kuriózumnak lehet értékelni. Remélem nem fog nagyon belehallatszani a hangja videóban ennek a xilofonozó robotnak. Ennek igazából története van, ugyanis egyszer az egyik ilyen szokásos havi találkozónk után, és most fogom kihúzni, megtalálták a xilofont, ez a gyerekeimtől loptam ezt a xilofont, és megtalálták a műhelyben a többiek, és megkérdezték, hogy ugyan vajon egy felnőtt ember mit fog csinálni ezzel a gyerek xilofonnal, és mondtam, hogy hát lett volna egy ilyen verseny, amin zenélő robotokat kell építeni, és szerettem volna építeni egy xilofonozó robotot, de kicsúsztam az időből, reggel 9-kor kezdődik a verseny, hajnali 1 óra van, hát ezt most nem fogom tudni megcsinálni. És mondták a többiek, hogy hogy, hát még 8 óránk van hátra. És hajnali 4-kor ez a robot lejátszotta a Kiskece lányom című dalt, és 1 kiló csokoládét nyertünk vele, úgyhogy abszolút megérte az éjszakázást. Ezt igazából azt demonstrálja a legjobban, hogy nem kell mindig nagyon bonyolult koncepciókban gondolkozni, hogyha az ember valami jópofa és látványos mozgó dolgot akar csinálni. Ez 4 darab szervó motor egymáshoz gyors kötözőzve, és egy Arduino Pro Micro, ami ezeket meghajtja. Nyilván rengeteget méricskéltük, hogy pontosan milyen szervó motor állás kell ahhoz, hogy ezt meg azt a hangot üsse meg. Erre van benne egy táblázat a szoftverben, és innentől kezdve boldogan muzsikál.
dolgozunk a következő verzióján, mert ő ugye most csak az egész hangokat tudja megütni, a fél hangokat nem, és ez nagyon fáj nekünk, mert így a zenei repertoárja egy kicsit szűk, úgyhogy lesz majd egy mechanika, ami viszont ténylegesen lehetővé teszi, hogy a fél hangokat is meg tudjuk majd ütni vele. Amit még hoztunk, az egy EEG headset. Itt fölmerült a jogos kérdés, hogy mi köze van ennek a robotikához. Hát az, hogy a robotokat valahogyan irányítani is kell, parancsokat kell nekik adni, és ebben az emberi gondolatolvasás, ez egy nagyon ígéretes és előremutató irányzat. Hát ez természetesen még nem az. Ez egy egycsatornás EEG headset, ami mindösszesen egy dolgot tud mérni, az összpontosítást. Ugye itt kétféle agyhullám játszik szerepet, az alfa és a téta hullámok. Én nem vagyok agykutató, úgyhogy ez biztos van köztetek, aki ez jobban ért. És az alfa hullámok erőssége jelzi, hogy mennyire van az, hogy pihenő állapotban, a téta hullámoké pedig azt, hogy mennyire aktív. És akkor itt van hozzá egy pár játék, ami mindenféle általában matematikai jellegű feladatokat ad, és megmutatja közben, hogy mennyire sikerül odafigyelni. Ugye a dolognak az a célja, hogy visszajelzést adjon, mert senki nem tudja megmondani, mit csinál, amikor gondolkodik. Tehát ha föl kell emelni egy nehéz dolgot, érezzük, hogy az izmaink megfeszülnek. De amikor keményen gondolkozunk, nem tudjuk megmondani igazából, hogy mit csinálunk, hogyan tudnánk még keményebben gondolkozni. Ebben segít ez az eszköz, visszajelzést ad, hogy nem tudom, hogy mit csinálsz most, de ez a kemény gondolkodás, tehát ezt kell csinálnod még keményebben. Ezt ki lehet próbálni majd, hogyha itt az előadásnak a végére értünk, és mindenkinek van 10 kérdése, amire válaszolni kell, és utána megnézhetitek, hogy mennyire sikerült összpontosítani. Ebben kollégám fogott segíteni nektek, onnan lehet megismerni, hogy a legmagasabb az egész teremben, és ez általában a legtöbb teremre igaz. És akkor még egy érdekességet hoztunk nektek, és ez pedig egy nagyon újszerű dolog. Ugye ez egy nyílt forrásról szóló konferencia, és már korábban is említettem például ezt az InMove-ot, amelyik nyílt hardware-re alapul. És egyre többet beszélünk mostanában a nyílt hardware-ről, mint megnyíló dologról. Sokáig megszoktuk azt, hogyha bemegyek a boltba és veszek egy Raspberry Pi-t, akkor ezt megkaptam, és olyan amelyen, azt tudja, ami tud, nem tudok nagyon hozzászólni. Ennek akar véget vetni egy új szerveződés, aminek az a neve, hogy 96boards, tehát 96boards.org, és ők az ARM által létrehozott, de nagyon sok szervezet által támogatott kezdeményezés, amelyik magát a hardvert is nyílt szabványúvá akarja tenni, nem olyan mélységig nyilván, hogy akkor pontosan milyen chip és melyik lábán milógjon, hanem hogy csere szabatossá tegye egymással. Tehát ha így filozófiáját nézzük, akkor ez az LGPL licenszhez áll legközelebb, hogy csere szabatossá tenni a hardware elemeket is. És ők kijöttek már többféle új eszközzel is, és ebből most hoztunk nektek egyet megnézni, ez a Dragon Board nevezetű termék. Jelen pillanatban 4 olyan lapka létezik a piacon, amelyik megfelel ennek a szabványnak. Ugye azért 96 boards, mert 32 plusz 64 bites rendszerek, és akkor így lett 96. Ami ennek a szabványnak megfelel, és ebből nagyon kevés példány létezik még, ez egy fiatal kezdeményezés, de mi kaptunk egyet, mert szerencsés módon itt volt a konferenciájuk Budapesten, és ellátogattak hozzánk, úgyhogy ezt is mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy nézzétek meg. Az egyik nagy előnye, tehát a csereszabatosság, a másik nagy előnye pedig az, hogy stock kernel fut rajta, tehát maga a szervezet elsősorban kernel fejlesztéssel foglalkozik, és így aztán az az ő fő missziójuk, hogy mire egy ilyen eszköz kikerül a piacra is megrendelhető, addigra az upstream kernelben már benne legyen az összes modul, ami ahhoz kell, hogy ez a hardware teljesen működjön. És ebben van egy SD kártya, de csak azért, mert ezen Ubuntu Snappy Core van, mert azzal is működik és kísérletezgettünk. Egyébként a benne lévő eMMC-n Debian van. Úgyhogy nézegessétek meg, és hogyha bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése volna, akkor szívesen válaszolok erre. Nekünk most van 2 ilyen boardunk, tehát hogyha valakinek van ingerenciája kipróbálni őket, itt már az előbb volt ilyesmiről szó, akkor erre van mód és lehetőség, mindenképpen keressetek ezzel kapcsolatban meg. És hoztunk még néhány dolgot, amit szerintem majd, hogyha az EEG headset lecsengett és mindenki kipróbálta, majd akkor veszünk elő, Leap Motion-t és másféle dolgokat.